Na üdv mindenkinek, megjöttünk Termopülába, ugye a híres spártai csata, spártaiak és a 300 csatája itt volt. Hát a tenger már sehol, majd fentől is megpróbálom megmutatni. Viszont van itt egy meleg termálvízi forrás. A hely annyira nem jó, mint gondoltam. Tehát nem fogunk itt hetekig kempelni szerintem. De igazából itt végig jön a víz. Látjátok, sankon gőzöl. Hát a legjobb helyek már be vannak kempelve, de azért itt se lesz nekünk rossz. Ebbe a kis merencébe itt tudunk pitymálani. És igazából ott van maga a tenger, tehát hajdanán ez valahol itt egészen a hegyek lábánál jöhetett el. És itt csak egy pár 100 méteres, vagy még annyi szakasz se volt a tengertől visszafelé. De hát ennek már, ez már csak a múlt. A víz olyan 39-40 fokos a fálma szerint. Hát 30-30 pár biztosan megvan. Ő is itt fürdött egyet. Na, még ilyen talán beállhatnánk ide is, de ez meg ilyen átjáróház. Itt is vannak még németek, spanyolok. Hát szép nagy plac egyébként. De olyan nagyon sok, túl sok mindent nem lehet itt csinálni. Hát azt gondoltuk, hogy itt töltjük a, hát talán a karácsony, de jó ez a fürdő, meg minden, de szóval a csap is ott van az út túloldalán, az nem olyan jó. Jó reggelt mindenkinek! Picit csípős a reggel. Itt a termipülai szorosban olyan 5 fokra ébredhettünk. Ismét volt egy kis blackout. A lítium aksi, hát lemerült, de igazából ez nem is teljes mértékben az aksi hibája. Ilyenek az akkumulátorok. Nem sok a napsütés, aztán hát egy kicsit elkönnyelműsködtem ezt a lítium aksi töltő témát, de majd erre is kitérek inkább valami technikai részletű videónál, hogy mégis pontosan mivel. Működik, csak a töltőt nem hoztam magammal, a gyors töltőt, és így nem túl hatékony a töltés generátorról, de itt van nekünk a termálvíz, amivel este meg is fürödtünk, és tényleg nagyon hangulatos volt így ott bent ülni, és sörözgetni és a csillagokat nézni. Hát este úgyse sok minden látszott volna belőle, ugye itt mesterséges fény nem sok van, a távolban látszanak ott a városok, meg arra nincs is, hanem ugye arra, de nem sok fényszennyezés van, és elég tiszta volt az idő. Ez a nagy feeling ebbe a, hát a kellemesen meleg vízbe ülni, ilyen meszes, vagy nem is tudom milyen ennek a vize. Rezes vagy meszes, látjátok, ilyen zöldes. És akkor vannak ilyen faintus medencék, nem tudom a tegnapi felvétel, amikor megérkeztünk, mennyire látszódott. Na, volt itt még két lakós, de ők már reggelre elmentek. Itt fentebb még ott van a kemény mag, illetve majd elsétálunk később, még ott is megpróbáljuk megtekinteni a forrást. Ez itt a nagy fürdőkomplexum, hát nem nagyon van kihasználva. Ez már a főút másik oldala. Na, és itt a hős Leonidas szobra. Meg még két másik arc. Ez maradt csak. Érdekes, hogy milyen jól remeg a dártája, nem tudom, látszik a felvételen. Felmegyünk a hegyre. Egy kis lépcső után feljutottunk, ha minden igaz, a 300-ak sírhelyéhez. Vagy legalábbis ez a domb elvileg ez a sírhelyük. És itt lesz is valami emléktábla erről. Mármint ha el tudjuk olvasni, de valószínűleg görögül van, úgyhogy nem. Valami ilyesmi feljött állít, hogy idegen vidd el a
hírt a spátaiaknakhoz, hogy törvényeikhez híven vagyunk itt, vagy valami ilyesmi. Na, innen a spártaiak emlékhelyéről és a sírhelyéről. Talán egy kicsit jobban látszik ott a távolban, megpróbálom megmutatni. Tehát ott még az a tenger, a hegyek lábánál, és hajdanán ez a terület itt végig el volt öntve. Ugye ott látszik, hogy ott állunk mi az autókkal, és ott jön el a forrás. Én remélem, hogy látszik így a távolban. Itt pedig fent a hegy. És tehát itt volt csak egy, tehát így kell elképzelni, hogy körülbelül itt így itt volt a tenger. Azt hiszem egy 50-100 méteres rész volt csak itt a bal oldalon, ahol át lehetett jönni. Hát ennek mára már így 2500 év elteltével, ha jól számolom, akkor már nem sok látszatja van. És akinek termopulában vízre van szüksége, az itt csatlakozóval együtt megtalálja. Leonidas szobra előtt. Úgy döntöttünk, hogy elég nekünk a termopülai fürdőzésből így két csobbanás után, hogy tovább állunk egy köztes faluba, innen 20-25 kilométerre, csak egy alvó helynek, mert itt ez annyira már nem fog bennünket, hogy haladjunk mégis előre, hogy a karácsonyt valami olyan helyen töltsük majd, ahol mégis valami jobb hely. Ehhez már kinéztünk egy ilyen több sziget találkozásánál két híddal elválasztott várost, aminek meg nem mondom a nevét, szóval elhagyjuk a termál folyót ugye, és indulunk tovább. Egyébként a termál víz, a legenda szerint azért termál víz, mivel Heraklész itt most tele a hidra mérgét, amit természetesen megölt magáról, és ettől lett a folyó víze meleg. Tehát tulajdonképpen mi hidra méregben fürödtünk. Na, folytassuk, majd jelentkezek. Megjöttünk ebbe a kis parkolóba. Igazából egy ilyen, szerintem a helyiek szoktak ide járni horgászni, így a körülményeket elnézve. Szezonban biztos tömve emberrel, de most nyugalom, szélcsend. És megint csak egy pár méterre állunk a tengertől. Ez csak egy idéglenes szálláshely, holnap indulunk innen tovább. Jó reggelt mindenkinek! Gyönyörű napsütésre ébredtünk a tengerparton, már melegítem a gépet, és irány Kalkis. Itt ott jó be van nőve az út széle, és egy fügefa belóba. Hát ha nem jönnek szembe, akkor így van. Ha jönnek, akkor meg álljunk meg inkább. Ez is. Kalimera mindenkinek, Agi Apostoli nevű településre motoroztunk át, és megint jó idő van. Elfogyasztottunk itt egy gyroszt a parton. Itt vannak mindenféle ilyen halászarcok, és itt így látszódnak a hajók. Válcs éppen ott tölti fel a jeget. Egyébként a csáv ugyanúgy néz ki, mint Rafa, a volt haverom spanyolba. Látjátok, hogy nyomja a jeget. Itt mindenféle. Már láttuk is, hogy milyen halat fogott. De még ezt a kikötőből vásárolunk halat, ezt még nem próbáltuk ki. Mondjuk az jó fejnek nézett ki, vele biztos lehetett volna egyezkedni. Na de mindegy, majd legközelebb. Nagyon szép idő van, 20 fok. Itt tettünk egy giroszt. Az
ilyen oliva termesztők, meg mindenki ilyen régi autókkal jár. Ez még nem is annyira régi pick-up. Az oliva gajak még ott voltak. Az pedig egy félkész templom szerintem. Pont ezt az egy templomot akartuk megnézni, és ez félkész. Na, hát ha láttatok már épülő, félben lévő görög templomot, akkor hogy így néz ki. Nagy része beton, a jobb szélén van egy kis tégla, nem tudom, hogy miért. Meg a betonvasak mindenfelé kiállnak. Amúgy imádják ezt a betonvasat úgy hagyni, ugye, de ez ilyen adó elkerülés véget, mert akkor nincsen késznek nyilvánítva az épület. Ellátogattunk mocival egy ilyen faatra, itt polipot fogni. Próbálunk polipot fogni, és egy ilyen furcsa kőzetbe, és hát ilyen agyag igazából, csak nagyon durva, mert úgy néz ki, mint a szikla. Látjátok így? Hogy? Szép megy, és itt is teljesen olyan, hogy ez is úgy néz ki, mint egy nagy kő. Így szép lehet ugni, és ez színtiszta agyag szerintem. Meg is festi a vizet, de csak ezen a részen. És itt a hegy pedig ott teljesen ilyen agyag. Hol van? Érdekes, ilyen formában még nem láttam ennyire a felszínen. Meg be is van vizezve. Szóval kézművesek előnyben. Kalimera, jó reggelt mindenkinek! Szombat van, és múlt hét szombaton megsejtettünk egy piacot. Itt egy ilyen jó nagy görög piacot. Úgyhogy megyünk most, azt megnézzük, reméljük, hogy így 31-én is, december 31-én is lesz piac. Megérkeztünk a piacra, él és virul. Vannak mindenféle kínai termékek, meg minden zöldséges részleg. Van minden zöldség árak olyan, például a banán 1,50 a boltban, itt ilyen 1 euró, tehát azért olcsóbbak. 3 kígyóborka, 2 euró. Eddig csak zöldség, zöldséggel. Vettünk egy kis halat a bácsitól, és a néni most pucolja ott nekünk a háttérbe. 6,90 euró a doráda. Van minden. És élő súlyban mérik le, és akkor most megpucolja nekünk a néni. Eljött ez a nap is. December 3-a van, és elhagyjuk ezt a helyet. Itt tölt ugye a karácsony, meg a szilveszter. Tényleg nagyon jó volt, saját csapval, meg minden. Úgyhogy most elindulunk Atén felé, de még nem megyünk be Aténbe. Mint említettem, elég problémás a parkolás, valahol a Maraton irányába indulunk, és ott Maraton mellett valami tengerparti városba fogunk megállni. Nevét ne kérdezzétek, ennek a helynek is a nevét majd inkább kiírom ide, mert nem tudom így elmondani, meg nem is emlékszek rá. Ennyi fért ebbe a részbe, most befejezem és lerendelem nektek, mert megyek grillezni. Minden jót nektek, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!